Lázár Ervin, a Csodapatika. Mit nem képzel? ordított első vevőjére, torka szakadtából Rimapénteki-Rimai Péntek vadonatúj patikájában, amit éppen az imént nyitott meg Rimapéntek főterén. Hogy, hogy, mit képzelek? emelte fel a hangját az első vevő. Talán nem az van kírva a maga boltjára, hogy Patika? De az, mondta a Rimapénteki-Rimai Péntek. Akkor meg mit ordítozik, ha aspirint kérek? Hol kérjem, ha nem a patikában? Az is ki van írva, hogy ki a cégtulajdonos, mondta fölényesen, Rima Pénteki-Rimai Péntek. Mit érdekel engem a cégtulajdonos? Háborgott az első vevő, nekem aspirin kell, és kész. Csak nem képzeli, hogy egy Rima Pénteki-Rimai Péntek vacak aspirineket, fejfájás elleni porokat, láscsillapítókat, lábizadásgátlókat és popsikenőcsöket árul? Mi a szözt árulna mást egy patikában? Mérkelődött az első vevő. Embernek fia mondta kissé lecsillapodva Rimapénteki-Rimai Péntek ez nem a test, ez a lélek patikája. Lelki bajok ellen? Igen, mondta Rimapénteki-Rimai Péntek. Most már teljesen elpárolgott a mérge, szinte kedvesen nézett az első vevőre, ami az ő esetében elég nagy szó tisztelt barátom, folytatta kisé ünnepélyesen, mivel ön az első vevőm bármit vásárol, ingyen kapja, választom. Hogy őszinte legyek, toporgott izgatottan az első vevő, nem pontosan értem, hogy mire lehet gyógyszert kapni az önpatikájában, bár reménykedem, de reményemet ki sem merem mondani. Mondja csak bátran, biztatta rimapénteki rimai péntek. Ne talántán irítség, gőg, nagyképűség, gyávaság, káröröm, rossz indulat. Rima pénteki, rimai péntek átszellemült arccal bólogatott és folytatta. Meg kicsinyesség, kapzsiság, nagyravágyás, vágyás, álszerénység, alamusziság, lustaság, torkosság, tohonyaság, lelkirestség pénzsóvárság és mindenféle gonosság, eltévejedés, és átok ellen vannak írjaim, balzsamjaim, csepjeim és pasztilláim. Ez nagyszerű! Uram, bocsásson meg, hogy az imént emeltebb hangot merészeltem megengedni magamnak. Akkor még nem tudhattam, hogy ön egy zseni, az emberiség megmentője. Egyúttal az én megmentőm is. Házártosság ellen is van gyógyszere? Van, mondta gyanakodva rimapénteki rimai péntek. Az első vevő tapsikolt és ugrándozott örömében. Tetszik tudni, van egy házártos, irigy, lusta és nagyképű feleségem. Egy kicsinyes, kapzsi napam és egy torkos tohonya pénzsóvár ipam. Egy alamuszi ángyikám és egy kárörvendő bácsikám. Mindnek kérek, ami jár, ír, balzsam, pasztilla, egyre megy csak használjon. Rima pénteki rimai péntek vakarta a feje búbját. Van egy bökkenő, – Engem már semmi meg nem akadályoz, hogy megmentsem a feleségemet, ipamat, napamat, ángyikámat, bácsikámat. Mindenre hajlandó vagyok a gyógyszerekért. Halljam azt a bökkenőt. – Annyi cska csak – mondta rimapénteki rimai péntek –, hogy a gyógyszert mindenkinek magának kell kérnie a bajára, különben nem használ. – Úgy érti – tátotta el a száját az első vevő. – Úgy. Bólintott a mondat végét, meg sem várva rima pénteki rimai péntek. Hát azt várhatja, mondta elkeseredetten az első vevő. Mit? Hogy mondjuk a feleségem idejöjjön és gyógyírt kérjen irítség, lustaság, házárt és nagykép ellen a saját maga számára. Már miért ne történhetne meg? Mert azt hiszi magáról, hogy jóindulatú, szerény, szorgalmas. Éppen rólam állítja, hogy iri, lusta, veszekedős és nagyképű vagyok. Szívesen állok a rendelkezésére, készségeskedett, rimapéntek rimai péntek. Kérjen csak akármelyik ellen, egy szempillantás alatt meggyógyul. Csak nem képzeli, hogy igaz, még hogy én irígy, még hogy én lusta, még hogy én nagyképű, nevetséges. De veszekedősnek csak veszekedős, Velem is mindjárt veszekedni kezdett, ahogy belépett. Én, ember, maga veszekedett. Legjobb lenne, ha beszedne valamit veszekedősség ellen a híres gyógyszereiből, tablettát, írt vagy balzsamot. Maga nagyképű fajankó, ordította el magát, rimapénteki, rimai péntek. Takarodjon innét, mert úgy kivágom, mint a sicc. Az első vevő sem volt rest, visszaordított. Egy darabig válogatott sértéseket ordítgattak egymásnak, aztán a vevő elunta, nagy dérrel durral becsapta maga után a patika ajtót. Dur. Hát, ha mégis igaza van, gondolta Rima Rimai péntek, és be kellene vennem egy hirtelen harag elleni tablettát. Ugyan, legyintett azonnal, nem hirtelen harag ez, egyszerűen csak igazságosság. Igazságos vagyok, ennyi az egész abból meg kár volna kigyógyulni. Nem is vett be semmilyen tablettát. Leült, várta a vevőket. Jöttek is, de mind másnak akartak venni balzsamokból, írokból, tablettákból. Saját magának egyik sem. Minek? Hiszen nekik aztán semmi hibájuk nincs. Lassan-lassan el is maradoztak a vevők. Nem akadt senki rima pénteken, aki elismerte volna magáról, hogy nagyképű, rosszindulatú, irígy, kétszínű, kicsinyes, gabzsi, nagyravágyó, álszerény, alamuszi, torkos, tohonya, pénsóvár, lelkirest. Nem tudom, ha te rimapénteken laksz, elmentél volna rimapénteki, rimai péntek patikájába valamilyen gyógyszerért? Igen? Nem? Mert így bizony fölkopott az áll a szegény csodapatikusnak. Írjai megpenészettek, balzsamjai megpimpósodtak, tablettái szétporlattak, ő maga meg búvában, bánatában elbújdosott, ma sem tudja senki, hol lakik, mit csinál. Ha csak Babberci nem, de ő mélyen hallgat felőle.